A műsor alaposabb birtok támogatásával jött létre. Csodás táj, igazi badacsonyi borok. Műsorunkat támogatta a GG Kozmetikák országos hálózata. Tisztelettel köszöntöm Önöket. A halhatatlanság vágya valószínűleg minden művészben benne él, még akkor is, hogyha erről nem szokott nyíltan beszélni, de ott titkon talán az álmai között ott van, hogy majd egyszer. Hát van, akinek az életében megadatik, hogy ezt kimondják róla, és szerintem ez egy óriási kegyelem a művészektől, akik ehhez a lehetőséghez jutatják, hogy egyáltalán szavazni lehet rá, és aztán a közönségtől, akik meg azzal a szeretettel veszik körül a művészt, hogy a halhatatlanság nimbuszával felruházzák őt. Most kezdődik egy olyan sorozat a Húzósban, amely a 2022-es esztendő a Halhatatlanok Társulatának örökös tagjaival megválasztott művészeit veszi sorra majd egy-egy beszélgetés erejéig. És ebben az elsőben rögtön egy olyan művészt ajánlok figyelmükbe, akit Önök biztosan évtizedek óta figyelemmel kísérnek, mondhatni folyamatosan, íme. Alföldi Róbert színész, rendező. A Szentesi Gimnázium drámatagozata és a Színművészeti Főiskola után a Víg Színház szerződtette. Fiatalon is megtalálták a nagy szerepek, Rómeó és Raskolnikov is volt, és ez később sem változott. Emellett sorra aratja a sikereket rendezőként is. Előbb a Bárka Színház, majd a Nemzeti Színház igazgatója volt. Népszerű televíziós személyiség az RTL Klub reggeli műsorában, a Heti Hetesben és az X-Faktor zsűri tagjaként is láthatták. Hobbija a festészet. Jászai és Radnóti díjas kitüntették a köztársasági érdemrend tiszti keresztjével is. 2022-től a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja. Földi Róbert, szia Robi! Örülök, hogy itt vagy, és köszönöm. Gratulálok! Nagyon köszönöm! Hogy lesz valaki halhatatlan? Nem tudom. Ugye ebbe az a jó, hogy persze csodálatos, hogy az embert jelölik, de azért ebben az a jó, hogy így az emberek szavaznak, tehát hogy a közönség szavaz. Hogy lesz halhatatlan? Hát talán úgy, hogy az emberek valamit megjegyeznek belőle, vagy az emberek lelkébe, szívébe, agyába valami megmarad belőle. És akkor ennek most van egy ilyen papírja is, hogy ez így van. De nem tudom, hogy lesz az ember. A színészeknél különösen ez nagyon nehéz. Vagy a színház világában ez nagyon nehéz. Aznap este van csak. Hát aznap este van, meg annyira... Hát, hogy annyira a jelen időnek szól minden, az egész munkánk, vagy az egész műfaj is a jelen időnek szól, hogy érted, színházi múzeumban mit látsz? Tárgyakat. És a lényeg az nincs ott, tehát a színész vagy az ember az nincs ott. Drága mesterem Kapás Dezső mondta azt, hogy ha jól viselkedsz, akkor lehetsz bérlet a Víg Színházban. És ez így is, azt hiszem, hogy Kapás Dezső bérlet van. De ez fáj egyébként, ez a jelen idejűség? Hát a jelen idejűség nem fáj, mert az benne a jó. Aztán, hogy az ember meghal, utána mi történik, azt nem tudom. Tehát nem tudom, hogy visszamenőleg fáj-e. De nem fáj, hát hiszen igazándiból nincs is idő vagy helyzet ezzel foglalkozni, hiszen jelen idejű az egész dolog. Az biztos nehéz lehet, amikor, hogy mondjam, valaki kikopik, vagy valakit még életében elfelejtenek, vagy valaki, vagy olyan élet jön össze, hogy valahogy úgy elhalkul, eltűnik. Látsz ilyeneket magad körül? Persze, sokat. Az nehéz, az nagyon nehéz. És segíteni lehet? Emlékezni lehet, és lehet mondani, hogy te ki vagy. De szerintem igazán segíteni nem lehet, hiszen valakinek, akinek az az élete, hogy állandóan jelen van, hiszen ezt mondtad, hogy a jelen idejű, hogy dolgozik, hogy beszél a világról, hogy játszik, annak biztos nagyon-nagyon nehéz egyszer csak eltűnni. Épp most olvastam a Lehockival Lehocki Zsuzsára művésznővel egy interjút, és ismerve a Lehót, hogy vajon milyen nagyon nehéz lehetett neki azt mondani, hogy befejezi. És milyen nagy döntés. Igen. A Darvas Iván, na játszottuk az Amadeus Szolnokon, és az Iván az még teljesen jó állapotban volt, és ez a halál előtt 5-8 évvel volt, vagy nem tudom mennyivel.
És akkor ugye ő mindig nagyon pontos volt, és mindig nagyon-nagyon szakszerű, és mindig nagyon-nagyon koncentrált minden előadáson, és az első felvonás végén egy monológiában nem azt mondom, hogy tévesztett, hanem csak egy picit megakadt. És ezt a megakadást szerintem ezt csak én tudtam. És ez nem tudom, 40 vagy valamennyi, nem tudom, hogy előadásom volt. És akkor a szünetbe behívatott, vagy mondta, hogy menjek át, és akkor mondta, hogy én most befejeztem. És onnantól kezdve ő nem is vállalt szerepet, csak akkor olvasta fel a sorstalanságot, meg ilyeneket csinál, de hogy, tehát hogy az aktív színészetet abba hagyta, hogy nem engedte meg magának azt, hogy ne ugyanazon a színvonalon és minőségben dolgozzon. Vagy legyen jelen, mint amit tőle megszokottak. Azt a színész mindig tudja, hogy milyen minőségben dolgozik? Szerintem igen. Ha azt kérdezi, hogy bevallja-e magának, arra válaszom, azt mondom, hogy nem. De szerintem a lelkemény mindig mindenki tudja, hogy mit csinál. De ez közben borzasztó teher is. De te is tudod, hogy jól beszélgetsz velem, vagy nem beszélgetsz. Hát, tehát, de tényleg, hát, de mindenki tud. Hely lehet, mert nekem még egyszer másnap este ugyanazt a beszélgetést nem kell lefolytatnom. Neked viszont ugyanazt a szerepet nem ugyanazt kell játszanom. Ugyanazt kell játszanom, de ez olyan, mint a korcsolya kür. Tehát, hogy a filmkoma film, ugye mi ebben nőttünk fel, nagyjából egykorúak vagyunk, hogy... Tehát, hogy ott az, hogy mely, a lábadat hova rakod, és hogyan sikerül az ugrás, és melyik mozdulat után mi jön, az ugyanaz. Uh-huh. De hogy aznap ez este hogyan történik, vagy hogy mi van, művészi hatást is pontoztak, vagy nem tudom, mit pontoztak. Volt, igen. Volt ilyen is, ugye? Tartalom és művészi hatás. Igen. Az nagyon más. Tehát, hogy igazándiból ugyanazt kell futni a kürben, de hogy nagyon más az egész. Más állapotban vagy te is, máshonnan kell megérkezned 7 óra 10-re, vagy 7 óra 7-re belül, hogy el tud kezdeni azt az előadást. Más a közönségnek a kémiája. Tehát az ember beszagol a színpadra, nem szó szerint, csak bedugja a fejét. Akkor valahogy pontosan lehet érezni, hogy ezek most, én varangyoknak hívom őket, elnézést kérek. Annyira jó érzés lesz azután beülni, igen, a földit nézni. Köszönöm szépen a díjat, hogy milyen hangulatban vannak, hogy halkan vannak-e, beszélgetnek-e, zsizsegnek-e, izgatottak-e, fáradtak-e, tehát hogy valahogy valahogy a közönségnek, vagy az egész nézőtérnek mindig annyira más a kémiája, hogy ettől az embernek soha nem az jut eszébe, hogy ugyanazt kell csinálnia. Meg hát nem is lehet, mert hiába játszottam én csodálatosan, fantasztikusan kedden, hogyha szerdán nem úgy fogok játszani. Mert szerdán mások ülnek ott, és nem azok, akik kedden. Ezt mennyi idő alatt tanulja meg az ember, ezt a fajta működését a közönségnek, meg önmagának? Ez nyilván nem a főiskolával jön. Fú, mennyi idő alatt tanul? Szerintem nagyon függ attól, hogy milyen lehetőségeid vannak. Tehát ugye én nagyon szerencsés voltam szakmámban egész életemben. Hát alattad ott volt egy tálca gyakorlatilag. Igen, nagyjából tálcán vittek, igen. És hogy én ugye nagyon sokat játszottam fiatal koromban is, a végben, nagyokkal, és valahogy az emberbe ez így beépül. Tehát ezek nem ilyen tudatos, vannak tudatos dolgok is talán, amit meg lehet tanulni, de az ha az ember azt úgy megtanulja, de hogy valahogy a lényege vagy az, hogy hogyan működik, vagy hogy hogyan érzékeled azt, hogy hogyan tudsz velük játszani együtt, vagy hogy az ember idősödik, egyre inkább fontossá válik számára az, hogy valahogy sűrítsen. Hogy valahogy, nem is jó szó az, hogy sűrítsen, hanem hogy minél tisztábban és minél inkább összetetten és mélyen fogalmazzon a színpadon, mint színész. Nem verbálisan, hanem az egész szereppel vagy a létezésével. És ez valahogy ösztönösen elkezd működni ide-oda. De hogy ez nem tudom, hogy mennyi idő. Néha azt gondolom, hogy egyáltalán nem tudok semmit. Néha meg vannak olyan esték, amikor így... Hát amikor ilyen nem olyan, mit mondott Édes Mari, hogy volt egy-két estém?
Azt Törőcsik Mari. Mari, igen, azt mondta, hogy volt egy. És igaza van. És igaza van, hogy volt egy-két estém. De hogy... De azért ez mégiscsak egy állandó létezés, nem tudom ezt máshogy mondani. Tehát, hogy vagy. Tehát, hogy mert be kell menni, mert játszani kell, mert figyelni kell a közönségre, mert a közönség figyel rád, mert jó este van, mert rossz este van, mert jó szerepet kapsz, mert fogalmazni akarsz valamiről, beszélni szeretnél valamiről, belső közlésvágyad van, és biztos nagyon-nagyon nehéz lehet az, amikor ez egyszer csak így elkezd így kopni. Elkezd kapni. Hogy nincs annyi közlésvágyad. Nincs annyi közlésvágyad, és különben is a mi társadalmunk már, mint hogy mi olyan furán viszonyunk az idősekhez, hogy valahogy hogy félrelakjuk őket. És én például nagyon sokat szoktam dolgozni idős kollégákkal egészen fiatal korom óta, és én nagyon szeretek velük lenni, mert a legtöbb energiát azt bennük tapasztaltam mindig, és a legkóficabbak is mindig ők voltak. Kóficabbak? Kóficabbak, igen. Az mit jelent? Hát rendetlen. Ja, hogy így? De hogy olyan jól, tehát hogy attól, hogy megbízol bennük, attól, hogy kíváncsi vagy rájuk, attól, hogy volt egy Köldyesi Gyuri bács, Köldyesi György nevű színész a Budapesti Kamara Színházban, ami azóta ugye már megszűnt, és egy ilyen idős, nagyon törékeny színész volt, hosszú-hosszú évtizedekig volt a Dérinés színház tagja, utazott, tehát hogy egy ilyen igazi színházi munkás volt. Csodálatos színész volt, és rendeztük a Stoll Andrással, a László Zsolttal, Horváth Lilivel a Haramiákat, és abban a Gyuri bácsi egy ilyen öreg szolgált játszott, és van benne egy jelenet, hogy a Mór Ferenc a Schiller Haramiákból megveri az öreg szolgát. És a Gyuri bácsi tényleg egy ilyen nagyon törékeny idős ember volt. És úgy elkezdtük próbálni ezt a jelenetet, és olyan, hát vigyáztál, figyeltél, azt kérted a László Zsolt, hogy óvatosan a Zsoltba is ez volt, és a Gyuri bácsi egy ideig ezt tűrte, és egy ilyen halkszavú, nagyon kulturált, nagyon nyitott, nagyon szeretetteli ember volt, és egy darabig tűrt, és egy idő után elkezdett kiabálni, hogy őt ne kíméljük. Tehát ő itt van, azért, hogy ne alázzam meg azzal. Igen. Tehát azért van itt, hogy dolgozzon. És ezek eszelős energiákat tudnak felszabadítani a színházban, és nagyon nagy energiákat tudnak felszabadítani a fiatalokban. Hogy a Garas, úristen, ezek mind meghaltak, boldogsztó. Hogy a Dezső, amikor próbáltuk az Orestészt a Péter Fiborival, hogy ez a kétféle világtalálkozása milyen erős volt, vagy amikor a Rába Roland rendezte a Törőcsik Marit csupa fiatallal. Szóval ezek olyan energiákat tudnak felszabadítani, és annyira rácsodálkoznak egymásra a generációk. És annak van egy nagyon nagy ereje, és hogy egyszer csak létrejön egy más minőség, hogy valahogy összeadódnak azok a tudások, vagy azok a világok, amit mondjuk egy ilyen fiatalember, egy ilyen kezdő fiatalember, meg egy ilyen nagy bölény összetűrődik. Amikor te voltál pályakezdő a Vígben, és ott voltak még a nagy bölények, mert ott voltak. Ott voltak még. Az neked jelentett pluszt, adott nagyon neked sokat. Tartást, támogatást, súlyt? Nagyon sokat. Tehát az, hogyha ezek a bölények az emberre úgy tekintenek, mint valódi kollégára, aki természetesen is tápolnak, szeretgetnek, tanítanak, vigyáznak rá, annál nagyobb bizalomra nincs szükség egy fiatal embernek, hogy el tudjon indulni ebben a szakmában. Te ott hálátlan voltál, hogy eljött? Miért? Nem. Nem. Marton tanárom, Marton László, akinek én nagyon-nagyon sokat köszönhetek, ő volt az igazgatóm, sőt, ő engedte, hogy először rendezzek. Ő nagyon meg volt bántva, azt hiszem, hogy 3 évig nem is köszönt vissza, de az alatt a 3 év alatt intézte azt el, hogy én kimehessek Amerikába rendezni. Tehát, hogy hát ilyen ott hagytad a családi fészket. És az azért biztosan dühösek voltak rám, de azt gondolom, hogy, és ezt mondták is többen, hogy hát, hogy menni kellett tovább, mert hogy azt éreztem, hogy akkor most ennyi az élet, tehát, hogy én a Vígszínház elképesztően kitüntetett, odafigyelt, fiatal színészek, és akkor most egy 67-78 éves koromig ez így ez lesz, hogy minden júniusban a
a társatülés alatt kirakott szereposztást, azt én megnézem, megkapom az évi 2 nagyot, 1-2 kisebbet, és akkor ez most így lesz. Van, aki Lukács Andor most volt 75. Hát az teljes életét gyakorlatilag a Vígszínházban tölti. Sándort. Akkor Lukács Sándort akartam. Mit mondtam? Andort mondta. Igen? Akkor igen. Nem. A Sándor. Nem is értem. Lukács Sándor. De ez típus kérdése. Tehát ez típus kérdése. Annyira, hogy mondjam, szóval olyan én most csak azt mondom, amit én megéltem, tehát hogy olyan kvázi, olyan lehetetlen bozót harcot kellett addig nekem csinálni, hogy én a Vígszínház vezető színésze legyek, vagy hogy, amiket mondok, szóval Vígszínház színésze legyek, vagy annyira lehetetlen volt nekem onnan, ahol én születtem, hogy ez sikerül, hogy az ugye nagyon felpörgeti az embert. És ez a nagyon nyugodt, nagyon kiszámítható szakmai élet engem nagyon frusztrált. Közben jött neked a tévé is. Tehát, hogy annak ez nincs köze. De hát amikor te eljöttél, akkor hirtelen rád dőlt egy országos népszerűség a televíziózás által. Nem, előtte már. Tehát én ott voltam már, amikor a nagy dolog történt a tévével, vagy amikor engem úgy megismert az ország, akkor én meg ott voltam a Vígben. Hát azért mondom. Tehát, hogy az úgy rád dőlt. Semmi köze nem volt. Nem volt? Nem. Tehát nem érezte, nem, így utólag visszagondolva nem hűltél meg egy kicsikét attól, hogy hirtelen mindenhol te vagy az alföldi, tehát nem tudsz arra menni az országban, ahol nem ismernek, pedig a Vígben sose jártak. Most nagyon nagy képre ezek, nem, mert számomra ez természetes. Ne, bocsáss meg, erre nem számítottam valóban. Én azt gondolom, hogy nem örültem meg, mert az a tehát amiért ezt elkezdtem csinálni, vagy ami engem igazán érdekelt, a világ érdekel a világból, a színház, az ugyanúgy maradt. Tehát az, hogy mellette nekem sikerült tévéznem, és sikerült a tévé segítségével egy olyan állapotba kerülnöm, hogy a kiszolgáltatottságom az nagyon erős, tehát hogy mondjam, a kiszolgáltatottságomat nagyjából kézben tudom tartani, az a televíziónak köszönhető, vagy hogy meghozta az ismertséget, de annak a színházban lett haszna. Mert tehát, hogy kíváncsiak lettek. Igen, úristen, ki ez az őrült hülye gyerek reggel, de miről beszél, hogy mit játszik, és akkor eljöttek este megnézni. Tehát az, hogy nekem így lassan 35 év munka után nem kell megdolgoznom azért, hogy kíváncsiak legyenek rám. Az, hogy utána mit gondolnak, az egy következő lépés. Azt azért én a televíziónak köszönhetem. Hogy az odafigyelést a televíziónak köszönhetem. Nem volt elég valahogy az, menni kellett tovább. Gondolkoztam rajtad, persze, hogy készültem a beszélgetésre, hogy bizonyos dolgok nekem hiányoznak. Tehát rengeteg műfajban rengeteg félét csinálsz. Most délkorában kaptál éppen egy díjat, gratulálok hozzá. Az sem az a nagy drámai előadás, amit a nagy színháznak gondolnak az emberek, hanem ez egy zenés előadás, amit azt mondják, hogy a legnehezebb megcsinálni magas színvonalon. Erre majd mondj valamit, kérlek. De például a film az iszonyatosan hiányzik. Nekem is hiányzik, de van a hivatalos válaszom, nem érek rá, és van az igazság, hogy nem hívnak. Az elsőt akkor hagyjuk. Mi az igazság mögött a valódi tartalom? Nem hívnak. Miért nem hívnak? Nem tudom. Vannak olyan színházi rendezők, akik filmrendezőből lettek azzá, tehát velük dolgoztál is már, gondolom egy-kettővel. Most ezt így hirtelen nem listáztam. De nem kérdezel soha rá, hogy... Nem. Az hiúsági kérdés? Biztosan, de nem kérdezem. Mert te rákérdezel, hogy miért nem kellek? Hogy te miért nem kellek? Nem, te rákérdezel erre? Nem. Mert egy bármilyen intelligensen feltett kérdés egy ilyen helyzetben, ez ezt jelenti. Hogy miért nem kellek? Biztos, hogy ez nagyon, nagyon sok összetevős. Szerintem. Hát egyrészt lehet, hogy nem tetszik nekik, amit csinálok, tehát kezdjük itt. És ebben semmi cinizmus nincsen. Ugye a tévézéstől, én akkor kezdtem el, tehát miért a Novákék, vagy a Novákkal, meg a Katona Klárival, a tévézés, a kereskedelmi televíziós őskorában kezdtem. Ez akkor indult az RTL. Tehát ott nagyon sok olyan hang volt, hogy elhasználod az arcodat, eladod magadat,
egy igazi művész nem csinál ilyet. Tehát egyrésztről benne van ez. Másrésztről benne van az, hogy lehet, hogy van olyan, hogy színházi színész és filmszínész, de erre nem tudok válaszolni, most visszakérdezel, hogy valóban van-e olyan. Az egy lehet, hogy van ilyen. Harmadrészt, anélkül, hogy bármilyen módon is sikamlós terepre mennék, az elmúlt években, lassan évtizedekben nagyon erősen megvan az határozva, hogy milyen kritériumoknak kell megfelelni annak a színésznek, aki magyar filmben forgat. Azoknak a kritériumoknak én nem felelek meg. Tehát, hogy ez lehet, hogy mind... Mik ezek a kritériumok? Nem képzelhető, hogy ennyivel megúszod. Hogy fogalmazom ezt finoman? Nem akarom finoman fogalmazni. Tehát aki hangot ad annak, hogy nem igazán kedveli azt a hatalmi struktúrát, vagy politikai struktúrát, vagy nem így mondom, kulturpolitikai struktúrát, vagy azt a kizárólagos ízlést, amit a mai magyar kulturpolitika elvár, az nem kívánatos személy bizonyos helyzetekben. De hát vannak erre ellenpéldák, Molnár Áron. Áron, fordított például. Jó, hát egyszer egy-egy példa lehet. Nekem nem sikerült az Áron helyzetében. Akkor ezzel még fordítok egyet. Azt is néztem, hogy irgalmatlan sok díjad van, de tényleg. Tehát ilyen, nem is tudom, hogy egy szobában össze tudnád pakolni őket egy vitrínbe. De ezek mind társulati és szakmai díjak, belső szakmai díjak. És néződíjak. És néződíjak. Igen. Állami díjad, kitüntetésed lényegét tekintve nincs. Egy darab van 2007-ből, ha jól emlékszem. Van egy Ászai díjam 28 évvel ezelőtt. Hát az is szakmai. Az is szakmai. Hát elméletben. Igen, na jó, igen. Tehát téged voltak éppen semmelyik kurzus nem kedvelt annyira, hogy megdobáljon különböző plecsnikkel. Erről nekem nagyon nehéz beszélni. Erre nekem nagyon nehéz beszélni, és nem is illik az embernek arra beszélni, hogy miért nem kapott meg bizonyos díjat. De valamit nyilván gondolsz erről. Hát gondolok. GB Show-t tudnám idézni, hogy elegánsan kifaroljak a kérdésed elől. Díjakat nem visszautasítani kell, hanem úgy kell élni, hogy az ember ne kapjon. Neked ez sikerült? Hát úgy tűnik, igen. Biztos nagyon sok összetevője van annak, hogy nagyjából, és beszéljünk elméletileg, hogy ne magamat fényezzem itt, hogy bizonyos évtizedes teljesítmények után hogyan és miként szokta mondjuk akár az állam, akár a kulturpolitika, akár a társadalom megjelezni, nem már a köszönet az túlzás, de jelezni azt, hogy látjuk, hogy mit csinálsz. De vannak olyan életutak, vagy biztos van ilyen nagyon sok ilyen kollégám, de ha megnézed a mi generációnkat, hogy nem rólam beszéljek, tehát a László Zsoltnak sincs, a Stoll Andrásnak sincs, a Schilling Árpádnak sincs, a Mohácsi Jánosnak sincs. Tehát a mi generációnkban azt gondolom, hogy van 10-15 olyan színházi alkotó, hogy a saját területemen maradjak, akiknek nincs. És ennek biztosan mindenféle társadalmi és politikai és egyéb okai vannak az elmúlt évekből, évtizedekből, de az ember ezekkel nem foglalkozik. Tényleg nem? Én röhögök. Van olyan kollégám, nagyon közeli kollégám, aki abszolút és megkérdőjelezhetetlenül megérdemelte, megelemelni ezeket a díjakat, aki minden márciusban ettől nagyon rosszul van. Én nem vagyok rosszul. Nem mondom, hogy nem jut eszembe. Tehát hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem jut eszembe. De én nem vagyok rosszul ettől. Nézd, olyan nagyon nem lehet ezen csodálkozni egyébként. Tehát ahogy itt elkezdtek működni a dolgok. Tehát, hogy az hazugság lenne tőlem, és álságos dúm, hogy nem is értem, hogy miért nem. Pontosan értem, hogy miért nem. És tehát ezt az ember elfogadja.
tényleg többet jelent, miközben persze jól esne, miközben persze nekem is eszembe jut, miközben persze azt mondta, Tordai Terivvel találkoztam nem annyira nagyon régen, és akkor azt mondta, hogy hát te most ilyen halhatatlan lettél? És mondtam, hogy igen, én most halhatatlan lettem. De nem előbb Kossuth díjat szoktak kapni az emberek? Mondtam, valaki más sorrendben csinálja ezt. De meg különben is ez annyira nem elegáns, hogy már erről beszélünk 15 perce, vagy beszélek, hogy nem elegáns, hogy az ember arról beszél, hogy miért nem kaptam meg díjakat. Mert nem elegáns. De azt akartam mondani, hogy de nekem többet ér, hogy én jól alszom. És többet ér nekem mindennél. Gondolod, hogy aki talán nem teljesen érdemei elismeréseként kapja a díjat, ez nem alszik jól? Másért, nem alszik jól? Úgy tapasztalod a szakmában? Nem így tapasztalom a szakmában, ő is nagyon jól alszik, de én tudom, hogy az én alvásom az igazabb, mint az ő alvása. Szeretsz aludni? Nagyon. És képzeld, hogy bármikor, bárhol tudok. Tehát ha most itt lenne 20 perc vagy 30 perc szünetünk, és picit fáradtabb lennék, akkor én simán aludnék itt 30 percet, úgyhogy ti közben dolgozom. De ez nem az állandó kialvatlanságodból fakad? Nem, ez egy képesség. Nem, ez egy képesség. Ez egy képesség. Tehát bárhol, bármennyit, bármikor tudok aludni. Imádok aludni. Én mindig sajnálom rá az időt. Az alvás? Akkor nem érsz eléggé intenzíven. De pontosan, tehát hogy tudnék én ezzel dolgot csinálni, miért az kell alvás, nekem aludnom? Mert az jó. Mert az jó. Nem kell mindig csinálni. De amikor alszol, nem is tudod. Dehogy nem. Na jó. Figyelj, volt ugye ez az egész pandémia, és nagyon sokan kínlódtak azzal, hogy nem csinálnak semmit. Te mit csináltál? Semmit. Csodálatos volt. Pihentél? Voltam. Voltam. Mondjuk, amilyen sűrűn te élsz, vagy amilyen sűrűn te dolgozol, tehát ebből a szempontból ez a másfél év szakaszos kimaradás, ez neked életmentő lehetett. Azt mondtam, hogy összecsúsztam magammal. Nem ilyen spirituálisan, meg nem így értem, hanem egész egyszerűen valahogy lett egy belső nyugalom. Tehát, hogy így tényleg így összecsúsztam. De azt meg tudtad tartani? Meg. Tehát abban az állapotban tudod tartani magad, amit akkor megtaláltál? Igen, 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 igen. És kevesebbet is dolgozol emiatt? Nem dolgozom kevesebbet. Nem dolgozok, és nem, nagyon sokat játszottam az elmúlt. Tehát azt szoktam mondani, hogy második színészi virágkoromat élem. Tehát, hogy körülbelül ugyanannyit játszom most, mint amit ilyen kezdő színész. Az ember persze azt mondja, hogy mikor volt az első? A fiatal koromban, ami ezelőtt kérdeztem. Na jó, nem. Hanem, hogy miért hagytad ott egy kicsikét a színjátszást? Nem, mert én de annyira helyes vagy egon, de hát az én, persze én csodálatosan és fantasztikusan nagy ember vagyok. Nem, az történt veled, hogy nyakra főre rendeztél, de tényleg. Tehát amerre ment az ember, volt egy alföldi rendezés, de nem láttunk színpadon, alig. És mert azt gondolnám, hogy ez egy döntés. Nem, az én szakmám olyan, hogy oda megyek és azt csinálom, ahová hívnak. Nem volt benned olyan, hogy nem akarok annyira játszani? Nem. Nem hívtak? Nem hívtak játszani. És mit láttak benned rendezőként? Mert hogy hirtelen meg rád kaptak rendezőként. Tehát alföldi bemutató az egy ilyen elegáns bejelentés volt a szezon kezdetén, és Alföldi Robert is nálunk fog rendezni. Mi történt ott? Hát én, olyan nehéz az embernek önmagát értékelni. Hát mit, hát nagyon jókat csináltam, hát azt történt. Hogy, hát biztos érdekes volt ez a nagyon jelen idejű gondolkozás a világról. És most nem arról beszélek, hogy konkrétan, vagy aktuálisan, de hogy én hosszú-hosszú évekig csak nagy klasszikusokat rendeztem. Shakespeare-t, görögöket, Schillert, hosszú-hosszú évek. Igen, de ide rendezted. De ide rendeztem, igen. Tehát, hogy biztos ez nagyon... Ugye szerintem az a jó előadás, hogy akkor lesz talán siker egy előadás, hogyha az emberek tudnak kapcsolódni. Tehát, ha van egy felismerés érzeted arról a problémáról, arról a helyzetről, arról a kérdéskörről, amit egy előadás vizsgál. És én ezt nagyon fontosnak tartom és tartottam, hogy az ember megpróbálja nagyon jelen idejűen gondolkozni ezekről a...
Tehát, hogy az én problémám, a mi problémáinkról beszéljünk. És amikor az csak az én problémám, akkor nem lesz siker, mert akkor az emberek nem tudnak kapcsolódni. De hogyha valahogy az ember ebbe beletrafál, vagy figyel, akkor a közös kérdéseinkről látsz valamit, vagy a közös kérdéseinkről, a közös fájdalmainkról, a közös bajainkról látsz valamit, egy nevezzük előadásnak, amitől úgy érzed, hogy rólad beszél, és a másik pedig az, hogy szerintem ez nagyon, mint a színház, meg mint a művészet. Hogy ez segít abban, hogy elkezd rajta gondolkozni, vagy kommunikálni egy másik emberrel. És akkor nem tudod, sokszor vagyunk úgy saját problémáinkkal is, vagy a barátaink problémáival is, hogy úgy mondjuk el, és úgy éljük meg, hogy ez csak az enyém, és csak nekem jut ez. Ja. És csak én vagyok ezzel megverve. Ja. És az, hogyha elkezdesz bárkivel beszélgetni egy ilyen helyzetben, akkor kiderül, hogy nem. Ez nem csak neked jut, ez másnak is volt. Lehet róla kommunikálni, lehet róla eszmét cserélni, lehet segíteni úgy, hogyha beszélünk róla. És hogyha egy rendezőnek, vagy egy színházi alkotónak sikerül ebbe beletrafálnia, vagy megtalálnia, akkor annak mindig nagyon erős hatása van. És szerintem talán ez volt a legfontosabb összetevője annak, hogy én így rendező lettem. Ebben az összefüggésben a Nemzeti Színházas 5 év az csúcspont vagy mélypont a te pályafutásodban? Mi lenne mélypont? Na ugye. Akkor csúcspont? Miért? Mert az van kívül egy Nemzeti Színház. Nem, mert azért talán, mert annyira sűrű volt ott minden. Sűrű volt a jelenléted, sűrű volt a rendezéseid száma is, az előadásaid száma is, a művészi és közéleti súlyod. Tehát ott hirtelen az ott nagyon sűrűvé vált, nem feltétlenül tőled. Nem tudom, hogy csúcspont-e. Nem szeretem, egyrészt nem gondolom magam annyira öregnek, hogy egy 10 évvel ezelőtti dolgot tekintsek az életemben csúcspontnak. Tehát ha arra gondolok, hogy nem lesz több csúcspont, akkor nagyon szomorú. Most lettél halhatatlan. Ez nagyon csodálatos csúcspont, de én most a munkáról beszélek. Igen, inkább az a jó, amit te mondasz, az nagyon sűrű volt. És biztos, hogy amiről az előbb dadogtam itt, szerintem abból a szempontból volt igazán sűrű. És lehet, hogy abból a szempontból csúcspont. Tehát, hogy ez a jelen idejűség, a társadalmi kérdésfeszegetés, a jelenlevés, az valóban egy nagyon csúcs és nagyon sűrű időszak volt. De hát elnézést kérek, mikor, tehát melyik színe ez legyen nagyon jelen idejű és nagyon közéleti, hogyha nem a Nemzeti Színház? Ki mondtad a nevét? Tényleg. Az legendás, hogy gyakorlatilag azóta nem mondott ki a nevét. Az állami vállalatnak hívom. Ki mondtad a nevét? Feljegyezzük. Jó, de én most nem arról beszéltem, úgy általában, hanem általában beszéltem. Hát hogy ne? Kiheverted valamennyire? Én soha nem is voltam leheverve. Hát azért az embert biztosan megzavarta lelkileg, ami ott körülötted zajlott. Az nem igaz, hogy nem. Mi? Hogy 15 ezer ember áll az esőben és éltet? Az is. Hát az is. Hát hány magyar színésszel fordult ez? Senkivel. Na, ugye. És hány magyar színházigazgatóval? Ugye. Senkivel. Akkor mit kellett ki? Hát ez hat. Mit kellett kiheverni? Mert ennél nagyobb energiabombát az élettől sose kaptam. De másnap is fel kell kelni. Másnap nem fognak 15 ezeren állni már. Nézd, miközben nagyon ösztönös ember vagyok, én nagyon, hogy mondjam, paraszti kevert fajom miatt nagyon állok a lábamon, a két lábamon. Tehát ha hazudsz magadnak, tehát például abban a helyzetben, hogyha hazudtam, hogy úristen, nem mi kaptuk, borzasztó. Nem volt meglepő, hogy nem tudjuk folytatni. És nem azt viszed magaddal másnap, hogy nem sikerült, és nem azt viszed magaddal másnap, hogy nagyon méltatlan emberek és nem minőségi emberek hogyan is miként aláztak meg, vagy próbáltak megalázni nyilvánosan. Nem azt viszed magaddal,
hanem egyrészt a 15 000 embert viszed magaddal, másrészt azokat az estéket viszed magaddal, és elnézést kérek, és azt viszed magaddal, hogy lassan tényleg tizenvalahány év telt el azóta, hogy én nem vagyok ott. De ennek lett egy története, ami a mai napig élő történet. És akkor visszakérdezel, hogy mit kellett volna kieverni. Hát ez sem természetes egy színház esetében, egy színházi direktor De a jó esetében. Dolgokon mit kell kieverni? Ugye? A jó dolgokat, a jó dolgoktól az ember örül, és az ember boldog tőle. És én, ha meghallom ezt az állami vállalatnak a nevét, bennem büszkeség van. És nem mindannyiunkra, akik ott voltak, és végigcsináltuk. Tehát bennem valóban a büszkeség van továbbével. Egy, kettő, hogy lehet kielverni. Ott annyira sűrű és annyira végletes dolgok történtek ott az utolsó másfél-két évben, hogy nagyon sok olyan helyzet volt, amikor az ember összeomolhatott volna, hát egy, össze is omlott, ami ugye nem tartozik a nyilvánosságra, de hogy nekem olyan erős és olyan fantasztikus munkatársaim voltak, hogy megtanítottak arra, vagy megtanultuk együtt azt, hogy ezekre a helyzetekre hogyan és miként lehet úgy reagálni, hogy ez ne rohasszon. Tehát ez ne menjen annyira nagyon mélyre, hogy attól te sérülj. Az, hogy érzelmileg átélent, vagy hogy egy érzelmi hullámvasút volt, az persze. Hát hiszen hazudnál magadnak, hogyha azt mondanád, hogy nem. De hogy annak ne legyen egy ilyen, tehát hogy ne rohasszon meg. Azt meg lehetett tanulni. Ott nagyon sokat segítettünk egymásnak ez ügyben. Ott olyan helyzetek voltak, amikkel szerintem nem találkozik az emberek többsége. Tehát új kihívásokat hozott az a helyzet. De hát biztos, most valamit kéne mondanom, hogy mit hoztam otthonról, szerintem nagyon sok mindent hoztam otthonról. Nem kell feltétlenül. Haza jársz? Ritkán. Miért? Nem tudom. Biztos az emberben benne van ez a... Valami maradt abból, hogy egy nagy vágy volt, hogy eljönni onnan gyerekként. És akkor nem menni vissza. De azt közben meg hazugság, mert hát az emberek, meg a szeretteim, meg a családom, meg mindenkit, akit szeretek, azok ott vannak. Szóval... Ők mennek veled ezen az úton? Van, aki jön, van, aki nem. Van, aki jön, van, aki lemaradt. De nem is akar jönni. De hát ez az ő döntése. Ez mindenkinek a döntése. Ez politikai döntés? Dehogyis. Nem. Ez emberi, családon belül simán. Politikai nem döntés. Nem hallottál még ilyenről? Nem, azért, én vele nem állok szóba. Ez ennél azért, ami családunk normálisabb, még hogyha elég sok zűr is volt, vagy van benne, vagy volt, főleg volt, de azért ennél normálisabb. Tehát a szeretetet azt nem írja felül a politikai akkor döntés. Miért nem megy veled? Mert elfáradt, mert megöregedett, mert nem érdekli. Olyan is van. És azt hiszem, teljes mértékben tiszteletben kell tartani. Tehát én otthon, a vasárnapi ebédnél, én a gyerek vagyok, a testvér vagyok, a szomszéd vagyok, a helyes kövér Robika a szomszédból vagyok. Tehát én nem ez a, nem tudom, kövér mi vagyok. Robika volt. A kövér Robika, igen. Miből lesz a cserepogár? De ez hát, hogy milyen, tehát azért tényleg azt mondják, hogy az ember élet az ilyen körkörös. Tehát, hogy érted, 30-valány évesen korunkban nem kellett azzal foglalkozni, hogy nehogy elhízzunk. Most már nagyon kell arra azzal foglalkozni, hogy az ember aránylag próbálja magát karban tartani, vagy egyben maradni. Hívtunk neked valakit. Itt. Tud, már mond, igen, mert már itt beraktatok egy széket. Van ott még egy szék, annak színház, hát hogyha ott van egy szék, azzal valaminek történni kell. Úgyhogy szeretettel behívom ide a stúdióba azt az embert, aki a munkatársad, a főnököd, a rendeződ, a barátod, és akinél van egy csodálatos díj, amit neked szánunk. Puskás Tamás, a Centrál Színház igazgatója.
rendezője, tulajdonosa. Jó reggelt kívánok! Gyere be, Pusi! Egy halhatatlan is, de remélem nem vagyok rossz hír. Szervusz, köszönöm. Ezt vedd át. Ez az, kell a tiéd, az a tiéd. Szia, Pusi! Jaj, de jó, köszönöm. Nálunk. Te pedig tekítsd meg a díjadat, de légy szíves. Kifejezetten kérlek, hogy nyisd ki. Arrébb húzom. A fóliát. Jó. Hát nagyon köszönöm. Csodálatos. A Centrálban volt, azt hiszem, hogy a Mayfert játszottunk, amikor ez kiderült, és akkor nagyon kedvesen odajött a kellékes. Kint ültünk ott a padon, és odajött a Lala, meg odajött a Gábor, az ügyelő, és akkor ugye mert mindenki gratulált, meg nem tudom micsoda, és akkor így egyszer csak a Gábor így elővette egy pisztolyt, és azt mondta, hogy akkor most megnézzük, hogy hallhatod. Tényleg? Nagyon helyesek. Nagyon humoros munkatársaik vannak, ugye? Nagyon helyesek voltak. És a lábnyomod is van? Még nincs. Az mikor lesz? Szeptember 17-én, ha most fejből jól mondom, és 10 óra 30-kor, ha szintén fejből jól mondom, a Nagymező utcában. Írom be. Légy szíves, hát számítunk rád. Robit szerénykedett és nem szerénykedett az elmúlt 3-4 órában, amikor a pályájáról meg őróra beszélgettünk. Te ma dolgozva vele, mert hogy ugye ez egy jelen idejű kapcsolat köztetek. Igen, nem, nagyon nem szoros kapcsolat. Network, ez abszolút. My family. Azt látod benne, hogy tudta elengedni azt a fajta alföldit, aki egy kicsit a tévés röhögős bohém, egy kicsikét a állami vállalatos főigazgató, elnök, vezérigazgató, nem tudom micsoda, és hogy tért vissza ahhoz, hogy ő egy beosztott színész? Mert ez egy nagyon fura helyzet ebből a szempontból. Nekem nem veszett el soha, mint színész. Tehát én ezt így nem érzékeltem, hogy ilyen, hol a Nyilván nem veszett el, persze. Tehát, hogy megvolt, és ezeket úgy távolról figyeltem, de lehet, hogy az jó kezdet volt, hogy van egy Pécsi Júli, akinél én egész fiatalon kezdtem, és aztán egyszer csak 5-6 év múlva, 7 év múlva talán, egyszer csak föltűnt egy másik fiatalember, aki patronátja volt, a következő patronátja volt a Pécsi Júlinak, és az a Robi volt. És akkor az egy kicsit olyan volt nekem, bár én csak még 20-valány éves voltam, mint az előttem az utódom. De jó, de ennek igazából nincs köze a kérdés megválaszolásához. Ez 40 éve. Ez 40 éve történt. Éve volt. Igen, de hogy én azt valahonnan tudtam, hogy ő nagyon-nagyon jó színész, és nekem nem veszett el. És az meg, hogy olyan pasi, aki a My Fair Lady szerepéhez nekem pont kell, tehát hogy ugye... Megvárt. Tehát addig, amíg nem tudta összeegyeztetni a Kátyát meg engem, Tompos Kátyát. Ez 3 év volt. Addig ő várt. Türelmes rendező. Tehát addig nem mutatta be. Nem, nagyon önző rendező. Én azt gondolom, hogy minden darabunkat azokkal az emberekkel mutatjuk be a Centrál Színházba, akik arra a szerepre az országban egyedül, vagy legjobban alkalmasak. Lehet, hogy van kettő is, nagyon ritkán, inkább egy se, de nem. Inkább egy se. Igaz volt, hogy van ilyen. Most hoztál ki egy díjat, hagyjad már. Nem őre gondoltam, hanem a hosszú életművemből mindenféle helyzetekre, amikor kerestem színészt, és nem találtam. Na várj, de ez két nagyon különböző karakter, két nagyon különböző figura, ami a My Fair Lady főszerepe, meg a Networké. Igen. Tehát nagyon mást vártál a színészettől, hogyha szabad így veled kapcsolatban fogalmazni, mind a két esetben. Hát igen, de mind a kettő agyas. Pontosabban az egyik az nagyon-nagyon agyánál van, éppen azt a pólust képviseli a My Fair Lady-ben, a másik az pedig nagyon elveszti az agyát ez a networkben. De mind a kettőben van valami különös valóban. Inkább ez a különös az, ami összehozza őket. Ez a network, ez neked is izgalmas lehetett. Nagyon. Hogy ez tényleg jelen idejű, miközben egy 50 éves történet. Nagyon, mert hogy én nagyon nem tudtam, hogy ebből mi lesz. Mármint színészként nagyon nem tudtam, hogy ebből mi lesz. Ez nem negatív mondat, ez egyáltalán nem, ez csak egy helyzetelemzés. Hogy elindultunk, őnek ez régóta mániája volt Tamásnál, itt is várt, meg nem tudom, meg minden, és
És én azt nagyon érzékeltem, hogy ő nagyon, tehát ő nagyon, nagyon tudja, vagy nagyon megy azon az úton, vagy, de én nagyon nem tudtam, hogy ebből mi lesz. A saját dolgomról beszélek. Tehát, hogy ezt én nem láttam így előre. Ilyenkor mi történik? Ilyenkor hagyod, hogy megérjen benne, vagy próbálsz segíteni? Próbálsz csatornákat mutatni, ahol el lehet menni? Én bennem kevesebb volt a bizonytalanság. Én meg pont azt gondoltam, hogy a színészi kvalitásán túl, amiről már mindenki, meg én is meggyőződhettem egészen közelről is, testközelből a My Fair Lady-ben, hogy azon túl van egy hozzáadott érték, ami csak neki van ebben az országban. Tehát ez a furcsa eszement váltesz, aki a networkben fellép, ez a valaki rendelkezik egy olyan hittel és egy olyan kényszerrel arra, hogy kimondja, ami szerinte való, ami Magyarországon a Robi személyes tapad, és ezt nem lehet, tehát ezt nem lehet, akkor most kezdjük. Annak idején, nagyon röviden fogom mondani, annak idején egyszer fölkértek egy szerepre a Madách Színházban, és azt mondta nekem a Huszti Péter, aki fölkért rá, azt mondta, hogy nagyon egyszerű, csak olyannak kell lenni, mint a Robert Redford. Csak én egy ismeretlen fiatal színész voltam, úgyhogy innentől kezdve ezt nem, kész volt az, nem tudtam soha többet eljátszani ezt a szerepet. De hogy, nem tehát, akart hogy, terhet rakni rád. Nem akart terhet rakni. Tehát, hogy ezt nem lehet akkor elkezdeni, meg nem lehet eljátszani. De ebben benne van az is, hogy Robinak van közéleti véleménye is, nyilvános véleménye dolgokról? Tehát te tudtad róla, hogy véleménye van a világról? Hát abszolút tudtam róla. Ezt nehéz nem. Tehát, hogy nem csak a színészre, hanem az emberi mi voltára is támaszkodtál, mint egyébként azt gondolom normális esetben minden rendező színészénél, de az egész csomagot különleges. Egybe az alföldit. Igen. Ahogy te működsz. Igen. Tehát ez így nagyon gazdag volt. És megérezted végül ebben magad? Szerintem ilyen nincsen a színészetben. Egyrészt szerintem olyan nincsen a színészetben, hogy az ember nem érzi benne magát. Akkor nagy baj van, ha nem érzi benne magát. Tehát, hogy nincs olyan pillanat, hogy júj, ez most olyan, mint én, vagy júj, nem. Tehát, hogy nincs ilyen. Az érdekes volt, mivel mondom, tehát, hogy én nem tudtam, hogy mi a vége. Tehát ez, hogy ez az én egyéb irányú tevékenységem, ez hogyan jelenik meg, azt mondjuk így a főpróba héten megéreztem, de ott aztán meg megint ugye lett egy probléma, hogy ennek ellenére hogy lehet azt megcsinálni, hogy ez a szerepbe maradjon. Érted? Tehát tök oké, persze én használom, hozzárakom, vállalom minden egyes mondatomat, vagy azt, amitől ez a szerepnek a helyzete összecsúszik bizonyos pontokon az én magán helyzeteimmel, de hogy itt mégiscsak az volt utána a probléma, meg a nehéz, meg a feladat, hogy de ez ne erről szóljon. Tehát ez adjon hozzá, ez segítse, ez ettől legyen sokkal jobb az egész, de hogy azért ezt tartsuk kézbe. Tehát, hogy ne erről szóljon, hogy ne feküdjek erre rá, mert az ember hajlamos ilyenkor akkor erre úgy ráfeküdni, és akkor ez úgy erről szól. Nem, hogy ez maradjon, az a Howard Beale maradjon. Ez nekem nyilván azért volt érdekes, hogy kicsit közelebb kerüljünk ahhoz, hogy készül, vagy hogy lett ez az előadás, de nyilván azért azt is megjegyzem, hogy ez egy állótapsos előadás, amihez mindkettőtöknek, meg az egész csapatnak gratulálok, tehát hogy azért ez nem egy akármilyen darab lett a végén, hanem ennek szenzáció értéke van. Ő ezt mondja már 4 éve. Meg nem, akkor egy kicsit a Covid gáncsol. De ő mindig tudja. Rád sokat kell várni, mert itt is sokat kellett, azt mondod. Megváratod a rendezőidet? Nem váratom meg a rendezőimet. Kicsit sok dolgod van. Sok dolgom. Két alvás igen, között. Igen. De hát az, hogy mondjam, tehát most anélkül, hogy érted, szóval az, tehát az nagyon meghatja az embert, vagy megrendíti az embert. Hogy valaki azt mondja, hogy anyád úristen itt, hogy nem érsz rá, de megvárlak. Hát ez egy olyan bizalom, szóval azért az ad egy olyan, hogy mondjam, bombát, vagy energia, meg bizalom bombát, amitől az ember más állapotba kerül. De hogy a Tamás ilyen nagyon tehát hogy ilyen nagyon normál nyugiba dolgozik. Tehát, hogy az is olyan jó. Még már nem, itt nem szék van. Mi van? A mi csekélységeink az ATV ajándéka halhatatlanok számára.
Hát erre csak az van írva, hogy a tévétel. Szabad szemüveget. Adok egy szemüveget, nálam van. Lájak én is. Ne, te maradj nyugodtan, én pedig átadom szeretettel. Köszönöm. Romina. De ezt most nem kell kibontanom, ugye? Nem, ezt most nem kell kibontanom, bár örömmel veszük, ha megteszed. Ez gondolom bögre. Az, gondolom én is bögre. Az a halhatatlanok bora, az nem akármilyen bor. Komolyan? Az bizony. Azért azt kérlek, tekintsd meg, az nem akár. Igen, és milyen könyvben? Ja, ez csoki. Az csoki, és reméljük, hogy az érdeklődésedet is eltaláljuk, hogyha könyvet találsz benne. Pantról, neked is van egy könyved? Bocsánatot kérek, az a halhatatlan társulatáról szól egy. Ezt nem bírom kihúzni. Na várj! Segítek! Ezt! Képzeld, ezt milyen nehéz volt belepréselni, kivenni is. Na várjál, és mi lesz? Ez is egyébként egy speciális bögre. De ezeket kise szabad bontani. Én ezt most nem bontom ki, mert nem fogom tudni visszarakni. Hagyd! Gratulálok, szeretet. Köszönöm szépen. Örülök, hogy itt voltam. Én is. Örülök a díjadnak. Én is örülök. Köszönöm szépen. Pusi, köszönöm szépen. Én is köszönöm. Öröm volt, hogy te hoztad épp a díjat. Nagyon szívesen tettem. És hát legközelebb is várom a kedves nézőket egy újabb halhatatlannal. Most ezt a sorozatot kezdtük el. Alföldi Róbert volt a mai vendég, a 2022-es Halhatatlanok Társulata választásának új örökös tagja. Köszönöm a figyelmüket, Robi. Gratulálok még egyszer. Pusi, köszönöm szépen. Minden jót mindenkinek. Szervusztok. A műsor alaposabb birtok támogatásával jött létre. Csodás táj, igazi badacsonyi borok. Műsorunkat támogatta a GG Kozmetikák országos hálózata.